Ez itt a Restart, sziasztok, élőben, én a Vendi vagyok, és a mai nap folyamán is informatika, illetve gyakorlatilag az egész héten, hiszen hétfő van, ez azt jelenti, hogy ma is, illetve holnap, holnap után, azután és azután is lesz Restart, így fél hét magasságában. Vannak elérhetőségeink, ezeket látjátok mindjárt a képernyő alsó részén, itt tudtok kapcsolatba kerülni velem, márhogy felvenni a kapcsolatot velem. Telefon, Skype, illetve a Facebook, ez a három módszer van, amely itt az élő műsor folyamán rendelkezésetekre áll. Jövök szokás szerint a legfrissebb IT újdonságokkal így a műsor elején, de addig is tessék gyűjtögetni a kérdéseket, és a Facebook oldalunkra már akár mehetnek is a hozzászólások. És majd, amikor itt végeztem a hírekkel, akkor jöhet a szóbeli hozzájárulás, azaz a telefon, illetve a Skype. Kezdjük is rögtön a Google mesterséges intelligenciájával. Hát ugyebár most már azért rendszeresen hallunk az AI-ról, azaz a mesterséges intelligenciáról, gyakorlatilag észrevétlenül is az életünk részévé válik a különböző technikai eszközeink, amelyek ugye kommunikációra alkalmasak, bizony már folyamatosan a háttérben a mesterséges intelligencia segítségével találják ki akár a mi gondolatainkat is. Sokakat ez megrémiszt ugyebár, de az az igazság, hogy jobb, ha hozzászokunk, mert bizony ez úgy néz ki, hogy ez a jövő. Ügyesen javasolja az alkalmazásokat ugye a Google mesterséges intelligenciája, ezért aztán az appok letöltési száma is magasabb lesz ettől. A Google mesterséges intelligenciája kitalálja, hogy mit szeretnénk. A Google vezető AI kutatója nemrég arról beszélt, hogy csapatával milyen témákon dolgoznak mostanában. Elárult, hogy a gépi tanulást a Google többek között arra is használja, hogy mintákat keressen a felhasználók viselkedésében, majd személyre szabott javaslatokat tegyen számukra. Ez azt hiszem eddig is ismert volt, hogy nagyjából ugye az ilyen célzott hirdetések, ilyesmik, ezek mind a mesterséges intelligencia szüleményei. Miután a felhasználók igényeit kiismerik az applikációk, az alapvető javaslatok is egyszerűek. A táblagépes felhasználók például jobban keresik a szórakoztató, illetve videós alkalmazásokat, míg például az okostelefonokra inkább a produktivitást fokozó programokat viszik az emberek. Nem csak a készülék számít, viszont hanem ugye a használat ideje is, a hírkereső applikációkat inkább napközben használják az emberek, a játékok letöltéseiben pedig este mutatkozik elég nagy kiugrás, tehát inkább többen szoktak este keresni a játékokra. A Google AI csapata azt szeretné elérni, hogy minden felhasználó számára megfelelő javaslatokat tudjon adni a nap minden szakaszában. A mesterséges intelligencia az életkort is igyekszik figyelembe venni, ez ugyanis eltérő érdeklődési köröket is eredményezhet. Bár ezek apróságoknak tűnnek, az apró módosítások hatalmas eredményeket jelentenek, mivel az androidos felhasználó tábor is hatalmas. A testre szabott javaslatokat egy app esetén átlagosan 3,3%-os növekedés jellemzi. Ez nem túl sok, de ha a tavalyi 82 milliárdos letöltési mennyiséget szorozzuk be ennyivel, akkor további 2,4 millió telepítést jelent mondjuk egy adott alkalmazás számára. Tehát, hogy nagy számok törvény alatt azért ugye itt sokkal nagyobb találatokról beszélünk. Az algoritmusok egyelőre nem kapnak korlátozásokat, vagyis az emberek még nem ijedtek meg, hogy a Google olvas a gondolataikban eléggé, úgyhogy nem korlátozták le az ilyen jellegű hozzáféréseket, bár teszem hozzá, van erre lehetőség. Tehát ugye erre már én is rengetegszer felhívtam a figyelmet, hogyha szeretnétek kikapcsolni minden jellegű követést, ami mondjuk akár a Google felétek eszközöl, akár a Google-ös alkalmazások, a Gmail, az Android, tehát a telefonokban elérhető ilyen lehetőségeket, akkor erre természetesen van módotok. A Google accountotokba, ha bementek, akkor ott az ilyen jellegű követéseket szépen ki tudjátok kapcsolni. Ha akarjátok, csak annak egy eredménye lesz, tehát én ezt senkinek nem javaslom, mert ettől függetlenül, tehát az, hogyha valahol reklámok jelennek meg, ott ugyanúgy meg fognak számodra jelenni reklámok, csak éppen nem feltétlenül biztos, hogy a te érdeklődési körödhöz kapcsolódó reklámok fognak megjelenni, hiszen hogyha az ilyen jellegű követéseket kikapcsolod, akkor nem tudja onnantól kezdve mondjuk a Google, de ugyanez igaz a Facebookra, vagy az összes ugye, ilyen jellegű követőrendszerre, ha lehet ezt mondani. Tehát nem tudja, hogy te ki vagy, mert anonim módon jelentkezel innentől kezdve a rendszerbe.
és mivel nem gyűjt rólad információkat, ezért számodra teljesen akár haszontalan hirdetések is szembe jöhetnek veled. Tehát még egyszer hangsúlyozom, az, hogy valaki kikapcsolja ezeket a követéseket, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve azok a szolgáltatások, amik esetében mondjuk reklámokat kell megnézni ahhoz, hogy használni tud a szolgáltatást, akkor nem fognak jönni a reklámok, jönni fognak, csak nem releváns reklámok fognak jönni, hanem teljesen véletlenszerű. Lehet, hogy számodra teljesen érdeklen reklámok. Nem mintha garancia lenne az, hogy ha a követés engedélyezve van, akkor számodra érdekes reklámok jönnek, de nagy valószínűséggel inkább, mint hogyha kikapcsolod. Arra meg ne is beszéljünk, hogy aztán pláne nem tud megismerni téged a rendszer, ezért tényleg egy idő után haszontalan lesz számodra, vagy legalábbis nem lesz annyira jó az együttműködés, mint azoknál, akik ugye engedélyezik valamelyest a... Mondjuk ugye a megfigyelés, csak ezek olyan csúnya szavak, hogy követés, megfigyelés, mert ezeket úgy senki nem szereti, pedig ezekben az esetekben bizony ez akár a mi javunkra is válhat, sőt, hát igazából ez miértünk történik. Jó, megyünk tovább. A Nokiáról lesz szó, méghozzá zászlós hajókról, az idén érkező egyik zászlós hajó, az X5-ös, már most szerdán bemutatkozhat. A Nokia zászlós hajó pedig a harmadik negyed évben érkezhet. Bocsánat, az X5-ös ez nem zászlós hajó, csak egy viszonylag középfelső kategóriás modell. A zászlós hajó az pedig szeptember környékén érkezik. Az HMD Global első olyan okos telefonja, amelynek a kijelzőjében szenzorsáv lógott, ugye az X6-os volt. Ez meglehetősen jó fogadtatásban részesült, ezért a gyártó úgy döntött, hogy csinál belőle egy nemzetközileg is elérhető modellt. Emellett a héten bemutat egy nagyon hasonló készüléket is. Ez utóbbi lesz az X5-ös, vagy más néven a Nokia 6.1 pluszos készülék. A középkategóriás készülék már július 11-én bemutatkozik. A kínai reklámanyagok is arról árulkodnak, hogy egy be nem mutatott Nokia X-szériás eszközről fog érkezni. A specifikációk egyelőre nem sok minden derült ki. Az X6-hoz mérten rosszabb felbontásra számíthatunk, illetve MediaTek lapkákat kapunk, mivel ugye olcsóbb készülék lesz, tehát nem Qualcomm kerül bele, hanem MediaTek processzor. Kiderült továbbá, hogy az HMD Global újabb Nokia zászlós hajóval készül, amiben viszont Qualcomm Snapdragon 845-ös chipkészlet kerül. Állítólag a Nokia 9-esen nem lesz belógó szenzorsáv, de a jack csatlakozó, illetve vezeték nélküli töltés sem fog benne lenni. Üveghátlapja, illetve Lumia-szerű kamera dizájnja lesz, meg kiderül. Minden esetre tehát ismételten a Nokia nemhogy visszatért a piacra ugye pár évvel ezelőtt, hanem egyenesen berobban, és lassan ott tartunk, hogy annyi készüléket fog gyártani, legalábbis típusban mindenféle kategóriát megcélozva, mint a Samsung, ugye az egyik legnagyobb gyártó. És ha már Samsungról beszélünk, akkor beszéljünk egy picit az S10-esről, hiszen arról is derültek ki érdekességek. Furcsa helyre kerülhet az új lenyomatolvasó a Galaxy S10-esben. Jövő év elején fogják nagy valószínűséggel hivatalosan leleplezni ugye a csúcstelefon sorozat legújabb generációját, és a cég egy meglepő bejelentést tett a készülékek egyik biztonsági szenzorával kapcsolatban. Az S10-esben ugyanis az új lenyomatolvasó egy olyan helyre kerülhet, ahol még soha nem volt ilyen a cég telefonjain, és a konkurenseknél sem nagyon. Méghozzá az információk szerint az S10-es legolcsóbb változatán a szóban forgó biometrikus szenzor a készülék oldalára kerülhet, kb. Oda, ahol korábbi készülékeken a kibekapcsoló gomb volt található, a telefonok jobb felső részére, így a felhasználók ennek megérintésével egyetlen mozdulattal oldhatnák majd fel a mobilt, hasonlóan ahhoz, ahogy anno ugye az előlapra szerelt home gombbal tették, csak ez ugye oldalt van. Ha valaki nem tudná, miről beszélek, akkor mutatok róla egy képet. Tehát valahova ide kerülne, hát nem jobb, kicsit fölül lesz, igen, de jobb felül és inkább középre. Tehát a hangerő szabályzók alá, itt jól látszik, tehát ide kerülne ez a bizonyos biometrikus szenzor. Ugye talán a Sony-nak az egyik készüléken, egyik Xperia készüléken van itt oldalt, ha minden igaz a szenzor. Az S10-ből egyébként a hírek szerint három különböző változatot fognak kiadni, ami közül a kettő legdrágább modellben már a képernyő mögött lesz az új lenyomat érzékelésre képes szenzor. A készülék oldalára csak a harmadik olcsóbb változatban fog kerülni, ami értelemszerűen kevésbé fejlett technológiára fog épülni.
pedig ötletnek nem rossz egyébként. Minden esetre, ha így lesz, akkor sem a Samsung lesz az első gyártó, ami a telefonja oldalára szereli az ujjaimat olvasót. A Motorola ugyanis éppen a napokban mutatta be az Z3 Play készülékét, ahol ugyanezt a megoldást alkalmazta annak érdekében, hogy a mobil képernyője a készülék teljes előlapját ki tudja tölteni, és még csak ne is kelljen az eszköz hátuljára szerelni az új lenyomat olvasót, ami közismerten neuralgikus pontja az utóbbi megoldást alkalmazó okos telefonoknak. Szerintem meg csak megszokás kérdés, ezen sokan lovagolnak, hogy hát a hátul lévő új lenyomat olvas, az milyen gagyi, aztán utána. Azért ezt ne felejtsük el, hogy egy időben, most, hogy ugye ez pár évvel ezelőtt a képernyő széltől szélig trend kezdett el ugyebár kibontakozni, úgy mivel a képernyő elejére már nem fér el, alá meg még mindig nem nagyon merik beépítgetni, ezért átkerült a hátuljára az új lenyomatolvasó, már ahol, mert ugye az Apple ezt teljesen száműzte, de a többi készülék esetén bizony hátulra került ez az új lenyomatolvasó, és azt gondolom szép lassan mindenki megszokta ezt, tehát annak idején nagy volt a szájhúzás, hogy úgy hátra, hát hogy, hát hogy fogom meg, meg mit én. Nekem ezzel sosem volt problémám. Most meg ugye hát más megoldás nem is nagyon van. Tehát vagy beépítik végre a képernyő alá, vagy marad a hátulján, vagy lehet az oldalával kísérletezni. Logikus, hogy ott sokkal kisebb felület van, tehát valószínűleg tényleg pontatlanabb a feloldás, vagy kicsit nehézkesebb, de hát hogyha jó a szenzor, akkor azt gondolom, hogy ez sem lehet egy rossz megoldás. Majd kiderül. Ha már Samsung, akkor több újítás is érkezik, például a, még mindig az S10-ről lesz szó, igazából az S10 Plus-ról, az LG okos telefonjairól ismert széles látószögű kamerával fog, ha minden igaz, érkezni az új Samsung S10-es Plus változata. A Huawei P20 Pro debütálása után nyilvánvalóvá vált, hogy a piacot rövidesen elárasztják a tripla kamerás okostelefonok. A múlt héten fény derült rá, hogy a Samsung is tripla kamerás S10-ben gondolkodik, legalábbis a három készülő modellből egyszerre tripla kamerás verzió is érkezne, konkrét szenzorokra eddig még ugyan nem volt szó. Az utóbbi kiszivárgások alapján azonban a tripla kamera az S10 Plus készülékre fog majd kerülni, amely a Beyond 2 kódnév alatt fut. Az elsődleges kamera továbbra is egy 12 megapixeles selfie kamera lesz, választható reteszértékkel, akár csak a jelenlegi modellnél. A nagy újdonságot a széles látószögű lencse jelenti majd, amely 16 megapixeles és 123 fokos képet képes befogni a szenzorral, 1,9%-os, vagy nem százalékos, 1,9-es rekeszértékkel. Mindez azt jelenti, hogy az LG legkedveltebb és mindeddig egyedülálló kamerás funkciója a Samsung csúcskészülékébe is belekerül, szokás szerint autofókusz és optikai képstabilizátor ehhez nem tartozik, mert ugye nem olyan a kamerának a kiépítése, ettől függetlenül digitálisan majd lesznek ezek a funkciók benne. Maradt továbbá a telefotós lencse megoldás is, amivel ugye messzebbre lehet fotózni. 13 megapixelben fogja tudni mindezt a készülék 2,4-es rekeszértékkel, ami ugye hát sötétben való fényképezéshez nem annyira alkalmas, viszont napközben gyönyörű képeket lehet vele csinálni. Optikai zoomként talán ezt lehet kiemelni. A Beyond 0, illetve Beyond 1-es készülékek a hírek szerint dupla kamerával érkeznek, a második kamera lesz a széles látószögű, vagyis a telefotós megoldás, az csak az S10 Plus-nak a kiváltsága lesz. Februárban minden kiderül, de hát gyakorlatilag már most kezdenek ezek az információk szálingózni. Jó, ha már az előbb szóba jött az LG, igaz a kamera kapcsán, most egy kicsit a kijelző kapcsán is beszéljünk róla. Az iPhone kijelzők gyártására felkészült az LG, a minőségi aggályok ellenére is igyekszik valamilyen szinten függetlenedni a Samsungtól az Apple. Jelenleg ugye a Samsung az egyetlen beszállítója az iPhone-oknak, illetve az Apple-nek az iPhone X kapcsán, és hát ugye az iPhone 10-be kerülő 5,8 hüvelykes hajlékony OLED paneleket is ők gyártották. Természetesen boldogan és nagy nyereséggel szolgálnák el jövőben is az Apple igényeit a Samsung, a gyártást azonban már felpörgették
hasonlítanék a 2018-as modellekhez. Az Apple értelemszerűen szeretné valamilyen szinten függetleníteni magát a Samsungtól, így ha már saját kijelzőt egyelőre nem tud kínálni, más partnereket is bevonna a gyártásba. A 6,1 hüvelykes hajlékony LCD panelt a Japan Display fogja majd gyártani, az OLED kijelzők egy részét pedig ezúttal az LG fogja szállítani az Apple készülékeibe. Az LG állítólag 6,45 hüvelykes paneleket, illetve ezeknek egy részét fogja majd biztosítani az új iPhone X Plus-ba, ami ugye ősszel fog érkezni. Ne haragudjatok, én folyamatosan X-et mondok, de ugye most gyakorlatilag 10-et kéne mondani, na de most 2-es modell érkezik, akkor azt nem 10-2-nek fogják szerintem hívni, hanem itt lép be megint csak a képbe az, hogy jó az, ha X-nek hívjuk szerintem a simát is, mert ez X2 lesz nagy valószínűséggel. Tehát itt most akkor az a 10-es az ott olyan elég hülyén néz neki, úgyhogy új iPhone X, maradjunk ennyiben. És hát a Bloomberg nemrég 2, illetve 4 millió darabos rendelést emlegetett, de miután a gyártás kapacitás javult, már 3 és 5 milliós rendelést is prognosztizálnak. Mindenről egy iparági vezető árulkodott, aki ugyanakkor nem sok jót mondott az LG OLED képernyőiről, tehát elég szkeptikus a gyártó képernyőivel kapcsolatban. Az Apple jövőre még jobb funkciókkal szeretné piacra dobni az új iPhone-okat, és néhány évvel később az összehajtható iPhone-okat is. Tehát ugye megint csak arról beszélgetünk, hogy ez már ugye cégen belül sem titok, sőt, üzletági vezető, ügyvezető nyilatkozza azt, hogy összehajtható Apple készülék, tehát van egy ilyen tervben, mert ugye ez csak egy kis érdekesség, ugye nem erről van most szó, de ha már ilyet nyilatkozik egy fejes, akkor csak lesz valami ebből, igaz, hogy nem most. Kiterjesztenénk az együttműködést az LG-vel, az LCD-k helyett OLED-ekre cserélnénk a kijelzőt, aggodalomra ad viszont okot, hogy az LG jóval kisebb gyártás kapacitása a bíra hordozható eszközökbe szánt OLED-ek területén, mint a Samsung Display, és például a V30-asba kerülő kijelzők minősége az Apple iparági ügyvezetője szerint nem olyan jó, mint a Samsung OLED megoldása ugye a Galaxy szériában, tehát állítólagosan rosszabb minőségű, bár ezt így elég nehéz kimondani. Ha abból indulunk ki, hogy az LG, mondjuk ha televíziók gyártását nézzük, akkor azt gondolom, hogy a világon a legjobb paneleket gyártja, akkor nem tudom, miért okozna neki ez nagy problémát mondjuk kisebben megcsinálni. Tehát ez szerintem inkább csak ilyen kis kekeckedés azzal, hogy a Samsungot picikét jobban körben nyalogassák, vagy nem tudom, hogy mégiscsak azért segítsen már nekik, bár a Samsung szerintem segít. Szóval nem tudni, de a lényeg, hogy nagy valószínűség az LG is beszáll a gyártásba. Tehát ez azt jelenti, hogy az iPhone-ok azért még mindig a legjobb készülékek közé tartoznak, és a legtöbbet vásárolják őket. És az az igazság, hogy bármennyire is a trendek egyik oldalról azt mutatják, hogy ez így van, másik oldalról pedig azért érdekes más eredmények is vannak. Például, hogy ugye unják már az okost, a csúcskategóriás okostelefonokat az emberek, akár legyen szó az iPhone-ról, akár a Samsungról, és a következő hír is erről szól. Úgy tűnik, hogy nem csak az Apple az egyetlen csúcstelefongyártó, aminek fűhet a feje a készülékek iránti csökkenő kereslet miatt, mert a legnagyobb konkurens, a Samsung is hasonló problémákkal küzd. A dél-koreai gyártó legújabb ilyen mobilja, az S9-es, ugye jelenleg a piacon lévőről beszélünk, ugyanis sokkal kevesebb példányban fogyott el, mint legutoljára 6 évvel korábban eladott elődje, az S3-as tette. Azért azt ne felejtsük el, én most itt megállnék, mert elég érdekesen közelít a cikk, bár mindjárt jönnek számok is, amelyek azért nem ugyanezt mutatják. Na de 6 évvel ezelőtt okostelefon boom volt. Szó szerint még nagyon nem az elején tartottunk, a közepén, ugye, nagyjából. Tehát sokkal nagyobb volt az érdeklődés, hogy alles zusammen a telefonokra, mint mostanában van. Tehát tök érthető, hogy akkoriban többet vásároltak az emberek, sőt, tovább megyek, S3-asa szerintem még lehet, hogy egy csomó embernek most is van működője. Úgyhogy nem volt ez a 6 év olyan régen, bár soknak hangzik. Míg a Samsung az S7-esből
2016-ban 48 milliót, az S8-asból pedig 2017-ben 35 milliót adott el, addig az S9-ből az elemzők várakozása szerint az idén már csak 31 milliót tud majd értékesíteni. A gyártó egyetlen szerencséje, hogy más olcsóbb készülékei iránt nem csökkent ilyen mértékben a kereslet, így bevételei alig 0,7%-kal estek vissza, profitja meg még mindig 11%-kal nőtt az elmúlt negyed év során. Mert hát azt ne felejtsük el, hogy a csúcskészülékeknek azért elég magas az ára, tehát hogy nem véletlen, hogy csökkennek a keresletek. Ez nagy valószínűséggel az ár miatt van, ahogy az iPhone esetén is erről beszélünk. A Samsung ugyanakkor nem az egyetlen gyártó, amely komoly problémáknak néz elébe, amint a vásárlók egyre kevésbé hajlandóak a korábban megszokott gyakorisággal frissíteni az okostelefonjaikat. A HTC például elképesztően brutális 68%-os visszaesésről számolt be júniusban, ami miatt a cég jelentős mértékű leépítést helyezett kilátásban. Az elemzők szerint a csúcskategóriás okostelefonok iránti kereslet csökkenésének elsődleges oka, hogy a legújabb készülékekben a gyártók egyre kevesebb érdemi újdonságot mutatnak be, ráadásul a telefonok ár és teljesítmény aránya is meglehetősen rossz ebben a szegmensben, amiatt egyre kevesebb vásárló érzi úgy, hogy neki csúcstelefont kellene vásárolnia. Teljesen megértem őket, én sem feltétlenül gondolkodom abba, hogy csúcstelefont vásároljak, bár én sosem gondolkodtam feltétlenül csúcstelefonban, mert azt gondolom, hogy a közép-felső kategória az még mindig elfogadhatóbb árban is, meg szerintem teljesítményben sem kell annyira előre szaladni, amit itt a gyártók néha... Tehát nem a gyártók hibája, hogy kiadnak prémium kategóriás, felső kategóriás készülékeket, csak hát ez nem feltétlenül biztos, hogy erre az embernek szüksége van. Mire szüksége lesz pár év múlva erre, addigra gyakorlatilag már nem lesz annyira, tehát akkor lesz középkategóriás, akkor fog középkategóriásnak számítani. Tehát most mondok példát. A Samsung Galaxy S7-es az ugye egy 2 évvel ezelőtti készülék. Az most közép-felső kategóriásnak számít a mai viszonylatban. Közép, inkább közép, súrolgatja a közép-felsőt. Na most, és ez gyakorlatilag minden mai napig tök jól használható, de még az S6, meg nem kockáztatni az S6-os is, amely most már tényleg középkategória, és akkor tényleg betaláltunk, és akkor, ha számolunk, hogy 8-7-6, ez egy 3 évvel ezelőtti mód. Sőt, igazából... Igen, 4 évvel ezelőtti, mert ugye 6, 7, 8 és a 9 is kint van már, tehát gyakorlatilag ugye egy 4 évvel ezelőtti modellről beszélünk, és még mind a mai napig megállja a helyét. De akár a saját telefonomat is tudom említeni, amit mind a mai napig használok. Akkor csúcskategória közelinek számított, de mind a mai napig tökéletesen megállja a helyét. Tehát azért mondom, hogy nem feltétlenül kell csúcskategóriában gondolkodni, de mondjuk az iPhone-oknál ez jól ki van találva, amúgy, mert mind a mai napig tudsz venni akár magadnak egy iPhone 6-osat, vagy 6S-t azt hiszem még lehet kapni, hivatalosan is, és ha belegondolsz, az se egy mai darab, és még mindig tökéletesen jól megállja a helyét. Oké. Facebookkal folytatjuk. Nem lesz meglepő, amit mondani fogok, hogy annak ellenére, hogy a botrányok övezik mostanában a közösség, a legnagyobb közösségi oldalt, ennek ellenére az egekben vannak a Facebook részvényei. Hangos volt a netes sajtó ugye a Facebook adatgyűjtési botrányaitól, azonban nagyon tévedett, aki azt gondolta, hogy beleroppan ezekbe az esetekbe a legnagyobb közösségi oldal. Mark Zuckerberg most gazdagabb, mint valaha. Egész pontosan a 3. leggazdagabb ember a világon. Sokan hitték, hogy megrendül a Facebook ugye a Cambridge Analytica botrány után. Végül is legalább ugye 87 millió felhasználó adatairól van szó, beleértve az európaiakat is. Kiderült, hogy több tucat telefongyártónak is kiadtak személyes adatokat, és ezek hatására a felhasználók majd sorra elhagyják ugye a legnagyobb közösségi oldalt. Volt, aki így is tett, de voltak kis jelei például annak, hogy Mark Zuckerberget keményen megizasztották, azonban úgy tűnik, hogy a negatív figyelemből sem jött ki végül rosszul a Facebook első embere, gazdagabb, mint valaha.
ezt mondjuk így irigykedve olvassuk természetesen, viszont hát, hogy mitől gazdag, attól gazdag, hogy a Facebook, mint cég, egy részvénytársaság, ha így nézzük, és a Facebook részvények 5%-os növekedéssel történelmi magasságokba emelkedtek a múlt héten, és pénteken végül 203,23 dolláros értéken zártak, amikor tetőzött a botrány, egy részvényára 149,2 dollár volt. A mostani rekordértéknek köszönhetően a Facebook értéke jelenleg közel 590 milliárd dollár. Mark Zuckerberg egy cikk születésének pillanatában milliárdosokat összefoglaló napi toplistán immáron az előkelő harmadik helyen áll. Itt látható, hogy kik a világ leggazdagabb emberei. És hát Mark Zuckerberg a harmadik, ott látható is, hogy mennyi pénze van neki ehhe. 81,6 milliárd dollárja. A B az itt a billion, ugye még megint, hogyha esetleg valaki nem tudná, az angolban a billion, az a milliárd, azért jelzik B-vel. Tehát 81,6 milliárd dollárja van neki. Csak egy picit irigykedünk, na. Én nekem elég lenne, hogyha abból az egész, tehát mennyi, 81,6-ből, mondjuk a 6-ból csak egyest adjon ide nekem. Szerintem még akkor is marad neki 81,5. Hm? Mark, kérlek. Úgyhogy ennyi. Mindezekből természetesen úgy tűnik, hogy a felhasználók mégsem törődnek annyira a magánéletük védelmével. Jaj, de azért, hogy ne törődnének. Mint azt ugye állítják, és nem zavarja őket különösképpen, hogy az adataik ismeretlenek kezébe kerülnek, illetve reklám célokra használják fel őket. A Facebook ma már olyan szorosan kötődik sokak életéhez, hogy a weboldal elhagyása igen súlyos döntés lehet egyesek számára. Hát igen. Ez meg már itt a Facebook függőség. Nem is tudom, mi lenne velünk, hogyha mondjuk a Facebook egy pár órára leállna. Ugye, ilyen esetek néha előfordulnak, és kitör a káosz. De mondjuk, ha napokig nem lenne elérhető. Majd mondok egy filmajánlót ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy láttátok-e a Ready Player One című filmet, amely igazából hát nem annyira a Facebookhoz kapcsolódik, inkább a mesterséges intelligenciához, és a virtuális valósághoz. Egy jövőben játszódó filmről van szó. Steven Spielberg egyébként a rendezője, nemrégiben volt a mozikban, és hát abban vannak nagyon jó kis gondolatok amúgy, és érdemes esetleg megnézni. Nem akarok spoilerezni a film kapcsán, de ott például bevezett, vagy pedzegetnek egy olyat, hogy az ottani virtuális valóságot, amit használnak elég sokan, mindenki virtuális valóság függő a filmben gyakorlatilag. Sokan eladósodnak emiatt, mert sok kreditet vásárolnak, stb. És hát ugye az adósok börtönébe mennek, ami igazából mindenféle spoiler nélkül azt jelenti, hogy nekik azt ott a virtuális valóságban kell ledolgozniuk az adósságukat. Esemény, és a végén van egy nagyon jó gondolat, hogy időnként szüneteltetik ezt a bizonyos virtuális valóságot, hogy ne léphessen be senki, mert olyan szintű függőség alakult ki az emberekbe, hogy ez már beteges. És belegondoltam, amikor láttam a filmet, hogy vajon mi lenne velünk, hogyha a Facebook is azt mondaná, hogy mondjuk hétfőtől péntekig van Facebook, hétvégén nincs. Na akkor mi lenne? Nem tudom, hogy ez a megoldás, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy vajon ez megoldás lenne arra, hogy az emberek ne legyenek Facebook függő? Szerintem nem, mert most az, hogy szombat-vasárnap nem Facebookozhatsz, akkor majd hétköznap többet Facebookozol. Tehát szerintem az emberek így működnek, hogy akkor bepótolják, hogyha valami tiltanak nekik, vagy valami nem elérhető, akkor annál inkább kihasználják akkor, amikor viszont elérhető. Én ezt gondolom, tehát ez nem annyira megoldás. A megoldást azt itt bent kell a fejben keresni. Azt gondolom is egyénileg, de erről már többször beszéltünk. És egy sajnos szomorú apropójú hírt is be kell, hogy illeszek ide a Restartba. Ugye ez a bizonyos tájföldön lévő ugye szerencsétlen baleset, amikor is ugye 12 diák ragadt lent a nevelőivel együtt a
a barlangban. Én úgy tudom, hogy már szépen sorjában kezdik őket kiszabadítani, és talán már a fele a 12 embernek, tehát azt hiszem hatan már kim vannak, nem vagyok benne biztos, mert ma még nem olvastam híreket, hogy közben hogy áll a mentés, de mindjárt megnézzük. Hétfőn újabb 4 gyereket mentettek, igen, tehát már 8-an vannak kint egész pontosan. 4 gyerek és az edző van még lent a barlangban. Ennyit a hírről, és hogy miért kapcsolódik ide az, amiről én most beszélni fogok, ugyanis Elon Musk is mondjuk úgy, hogy beszállt a mentésbe. Igaz, hogy nem az ő technológiáját használták végül, de ő is bedobott egy ötletet, hogy hogyan lehetne kimenteni a fiatalokat. Elon Musk még pénteken jelentette be, hogy az űrkutatással foglalkozó SpaceX és az alagút fúrással foglalkozó Boring Company mérnökeit elküldi Tájföldre, hát ha kitalálnak valamit, aminek segítségével a barlangban rekedt foci csapatot, gyermekfoci csapatot ki lehet menteni. Magyar idő szerint szombat délelőtt a szakemberek már konzultáltak is a helyi mentőcsapatokkal. Az akkori hírek szerint 2 konkrét tervük is volt a mentés kapcsán. Később Musk azt írta a Twitter oldalán, hogy a mentő kapszulákat juttatnának le a gyerekekhez, amelyben jó eséllyel túlélnék a kivezető utat. Musk egy kicsit gyermekméretű tengeralattjáróra gondolt ennek esetében, amihez ugye a Falcon rakéta technológiáját is felhasználták volna. Elég könnyű, hogy 2 búvár elbírja, és elég kicsi, hogy átférjen a szűk réseken, írta Musk, hozzátéve, hogy 8 óra alatt megépítenék, és 16 óra alatt a helyszínre juttatnák a mentőkapszulát. Úgy tűnik, hogy a tájföldi mentőcsapat ezt nem tudta megvárni, mert jobban sürgette őket az idő, és elkezdték a mentést vasárnap reggeli tweetjében. Így Musk már nem a SpaceX esetleges hozzájárulásáról ír, hanem szerencsét kíván a barlangi mentőknek. Fantasztikusan képzett búvárcsapat, a monszum miatt ennek van most értelme, sok sikert nekik, ezt üzente. Úgyhogy látjátok, hogy sok embert megmozgatott, én is remegő kézzel kapcsolgatom mindig a távirányítót, és nézem a tévében, hogy hogy áll a történet, azért ez elég szomorú dolog, és tehát egyszerűen egy ilyen kiszolgáltatott helyzet, hogy ott vannak lent, kommunikálni lehet velük, ételt le tudtak nekik vinni, áramot, telefont, mindent le lehet vinni, csak ugye olyan szűkek a rések, hogy hát elég nehéz őket onnan kimenteni, és az időjárás meg ugye folyamatosan fenyegeti a területet azzal, illetve az életüket, hogy megint csak esni fog az eső, és még inkább megtelik vízzel a barlang. De hát hála Istennek már azért több mint a fele gyermeket kihozták, úgyhogy bízunk benne, hogy a többieket is élve és épségbe ki tudják hozni, és lezárul ez a borzadmány. Azt hiszem, hogy örök tanulság mindenkinek, hogy mikor nem szabad a jövőben barlangászni, és milyen időben. Jó, na menjünk tovább. Szerintem nézzük a hozzászólásokat, kérdéseket, aztán majd, ha esetleg még van időnk, akkor van még egy-két dolog a tarsolyomban, amiről szívesen elbeszélgetek veletek. No kérem, Király vagy Wendy, hogy még mindig itt vagy nekünk, ezt Józsi írja, hát még mindig? Hát aranyosak vagytok. Igen, a pénteki adás kapcsán is kérdeztétek tőlem, hogy miért nem volt. Hát annak mondjuk úgy, hogy technikai okai voltak, ugye, ahogy mondtam is nektek, hogy szervert installáltunk, és egy kicsit elhúzódott a történet, és ugyan délutára már többé-kevésbé működött, még a videó szerverünkkel voltak kisebb problémák, és azon dolgoztam, és egyébként pont adás előtt én azt úgy be is fejeztem nagyjából, csak éppen, tehát hogy egész napos, sőt egész éjjel tartó fáradtság után én nem szívesen álltam volna a kamerák elé, pláne, hogy készülni se tudtam a műsorra, azért egy másfél órában elbeszélgetni a hét olyan eseményeiről, amik egyébként szintén érdekesek, de teljesen más gondolatok jártak az agyamban, biteket láttam már szó szerint a sok konzolos konfigurálástól. Nem igazán tudtam megcsinálni a műsort, maradjunk ennyiben. Ma meg, csak hogy a Murphy törvénye is bejátszon, ma meg megcsináltuk a külső szervert, ugye pénteken, nagyjából végeztünk, ma meg itt a egyik belső szerverünk adta meg magát, úgyhogy ma meg azon dolgoztunk, azzal meg pont most lettem kész, de hát úgy voltam vele, hogy ma már azért legyen adás, úgyhogy volt egy kis időm készülni.
is, meg természetesen nem akartalak benneteket restart nélkül hagyni. Jó, úgyhogy dolgozom folyamatosan, csak mert többen kérdeztétek, hogy mi van, miért van, mi történt, megint, stb. Stb. Hát ez a megint, ez nem olyan sokszor van az, hogy elmarad az adás, amikor tudok, jövök, csinálom, de bizony néha vannak. Vannak gátló tényezők is. Jó, Péter is itt van velünk. Édesanyám is itt van velünk, és egyelőre ennyit látok a Facebookból, lehet, hogy ennyi is van, majd mindjárt kiderül, ráfrissítek a videós oldalunkra, meg elindítom a Skype-ot is, úgyhogy ha van kedvetek, akkor telefonon és Skype-on is bátran hozzászólhattok a műsorhoz. Mi ez? Ez a logó, ez nem érdekel, engem most a videók érdekelnek, azon belül is a live videó, hogy lássam az esetleges hozzászólásokat. Így van, Máris szomszéd írja nekünk. Szia, Wendy, van egy Samsung Galaxy S4-es telefonom. Évekig a szekrényemben pihent. Itt leírott, hogy mennyi volt a bolti ár, én ezt most nem mondanám. Most újra elővettem, mert a jelenlegi telefonom meghalt. Az volna a kérdésem a telefonnal kapcsolatban, hogy a mai 2018-as évben ez még jó telefonnak számít, mert sajnos gyárilag 5.1-es volt hozzá, az utolsó androidos frissítés. Nézegettem, van már hozzá főzött 8.1-es ROM, de így az 5.1-essel villámgyors és teljesen jó a teló. Anno felső kategóriás volt, szóval mi a véleményed? Rútoljam és tegyek rá Oreót, vagy használhatom nyugaton 5.1-essel is, vagy cseréljem le inkább. Amúgy 4G képes Full HD kijelző van, 2 giga RAM, a quad-core 2,3 gigahertz-es procia van, előre is köszi. Igen, ez mindig jó kérdés, hogy régi Androiddal lehet-e használni egy gép, vagy egy telefont. Én azt gondolom, hogy egyébként amíg vannak rá olyan alkalmazások, amik elfutnak, már pedig az 5.1-esen egyébként még szinte minden elfut, addig én azt gondolom, hogy lehet használni. Az, hogy biztonságilag ugye hol tartunk, hát már jóval előrébb, de ugye ezek az ilyen biztonsági riogatások, én így szoktam inkább ezeket hívni, amivel nap mint nap szinte találkozunk, hogy már megint megtörték, meg már megint ilyen hibát találtak, meg olyan hibát. Az operációs rendszer verziója és a biztonsági frissítések egyébként sem függenek szorosan össze. Régebbi rendszerekhez is szoktak egyébként biztonsági frissítést kiadni. Az 5.1-es Androidhoz speciál már nem annyira, de én azt gondolom, hogy az életemet nem bíznám rá, de szerintem lehet használni. Tehát én azt gondolom, ha így működik, akkor használd. Én a főzött romoknak annyira nem vagyok a híve. Ha van kedved ezzel kísérletezni, meg ne hagyj Isten vállalni a kockázatot, hogy a főzés során esetleg odaég, akkor tőlem főzzél rá romot, de igazából szerintem az 5.1-es Lollipoppal is tökéletesen fogod tudni használni ezt a készüléket. Hát figyelj, nézd, S4-es, hát mai szemmel nézve közép kategóriát súrolgatja, de inkább alulról. De hát ha belegondolunk, hogy igazából te mondod, hogy tök jó és gyors, akkor ennyi, akkor nincs miről beszélgetni. Tehát ha te tudod használni, és neked tökéletesen megfelel a céljaidnak, akkor ennyi. Itt ez a lényeg, hogy neked jó legyen. Oké. Randy check. Figyelek, itt vagyok, figyelek, valakit írt a Facebookon. Jó, nagy a csend. Hát akkor mondok egy-két dolgot még. Az EU roaminggal kapcsolatban, illetve a mobilnettel kapcsolatban essék egy-két szó egy kis érdekességről. Az EU-s ingyen roaming, illetve a mobil netezők mit tett, illetve az EU, még egyszer előről inkább, jó? Hogy mit tett az EU-s ingyen roaming a mobil netezőkkel, arról legyen egy kis szó statisztikailag, mennyivel használjuk többen azáltal, hogy gyakorlatilag ugye nincs roaming díj az Európai Unión belül. A mobilnetet. Az Európai Unióban való lét egyik legnagyobb előnye, hogy 2017 nyarán bevezették ugye a roaming szabályozást, amelynek eredményeképpen ma már normális áron tudunk a mobilnetre is csatlakozni
a tagállamokban. Egy grafikon halmaz fog következni, amely önmagáért beszél igazából. Pontos forgalmi adatokat ki lehet igazából hagyni, mert nem ez a lényeg, és a szolgáltatók egyébként is üzleti titokként kezelik ezeket a számokat, de azért lehet látni, hogy nagyjából hogy emelkedtek meg a statisztikai adatok így az elmúlt pár év során. Nézzük például Németországot, hogy Németországban mennyivel többen használják a mobilnetet. Azért azt gondolom, hogy ez úgy a számok nélkül is, de a grafikon elég jól mutatja, hogy exponenciálisan megnőtt gyakorlatilag a mobilnetezők száma, illetve hát ez igazából csak, hogy pontosítsunk, ez nem a Németországban élő mobilnetezők száma, hanem a Németországban utazó roamingoló mobilnetezők száma. Tehát nem akik ott laknak, hanem akik oda utaztak, és ezáltal ugye elkezdték használni a mobilnetet. Érdekes egyébként, hogy ugye tavaly nyáron így megugrott, majd december környékén egy picit megállt, hát gondolom én azért, mert akkor kevesbé nyaralnak az emberek, akkor inkább otthon vannak, és karácsony van, meg ilyenek. És akkor utána meg megint megnőtt, és hát folyamatosan növekszik, és egyébként más országokban is hasonló a tendencia. Jól látszik ugye a grafikonon, és itt természetes módon az, hogy a folyamatosan növekedett ugye a magyar SIM-kártyákkal lebonyolított roaming adatforgalom. A szoros magyar-német gazdasági kapcsolat is jó magyarázat lehetne erre. Sokan járnak ki oda dolgozni, de talán az is benne lehet, hogy a német repterek népszerű átszállóhelyek, hogy a távolabbi cél felé tart valaki. És hát nem mindenki szokott wifizgetni, hanem inkább a mobilnetét használja. Az EU itt épp csak egy kis ugrást jelenthet a korábbiakhoz képest. Csak úgy, mint a hasonló helyzetben lévő Ausztria esetében gyakorlatilag ugyanerről a grafikonról beszélünk. Itt láthatjátok, majdnem, hogy dettó ugyanígy néz ki a grafikon, és nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy az összes többi ország esetén így néz ki. Tehát mióta bevezették az ingyenes roamingot, többet telefonálunk és többet netezünk természetesen a környező országokban. Horvátország, amely ugye... Hát Európai Uniós tagállam szeretne lenni, de nem az még, viszont ugye gyakorlatilag EU. Ha így nézzük, akkor ott viszont jól látszik, és ezt is érdemes megmutatni, hogy ott viszont nyáron ugrott meg. Hát az ugye a magyarországi, ugye Magyarország, a magyarok körében elég népszerű nyaralóhely Horvátország. Ezt gondolom, hogy ez a mobilnet statisztikákban is jól meglátszik, hogy ezekben az időszakokban nagyon-nagyon sokan használták a mobil internetet. Okay. Ugyanez a helyzet Olaszországban, Spanyolországban. STB. Hát a Kínát meg az Egyesült Államokat így nem nagyon mutatnám meg, mert annak semmi köze nincs az Európai Uniós roaminghoz, de egyébként érdekes módon ott is többen használják. Ez viszont egy kicsit félrevezető lehet, mert lehet, hogy csomóan nincsenek tisztában azzal, hogy az Európai Unión belülről beszélünk itt, tehát az EU kívüli országokban bizony ott nem korlátlan, illetve nem ugyanúgy használod a mobilnetet, mint itthon. Legalábbis technikailag ugyanúgy használod, csak éppen többet fizetsz érte, nehogy sokan összekeveredjenek ennek kapcsán. Jó, Sándorral folytatjuk, aki Skype-on van itt velünk. Hello, Sándor! Kérlek szépen! Hello! Az M2-es van most már többször említve már. M2-es SSD, igen. Mi az előnye az SSD-hez képest? Hát ugye ez is SSD, csak ugye más a foglalat, tehát ugye míg a SATA vezérlőnek a sávszélessége az ugye a SATA szabványnak megfelelő sávszélesség, addig az M2, abból is két többféle szabvány van egyébként, mert van az M2 SATA vagy M-SATA verzió, illetve van a PCI Express-es változat, azoknak jóval gyorsabb az úgynevezett busz sebessége. Ami azt jelenti, hogyha kimondottan ilyen eszközt vásárolsz, aminek ilyen csatoló felülete van, ott még gyorsabb adatátviteli sebességre lehet számítani. Na most ez csak memória, vagy bútolható is ez? Ez SSD. Tehát akkor bútolni is lehet róla. Természetes, hát mondom, ez SSD, tehát olyan, mint hogyha
mint hogyha egy SSD-t vásárolnál, csak valóban egyébként össze lehet keverni a memóriával, mert úgy néz ki, mint egy memória modul, csak éppen nem az oldalán vannak az illeszthető felületek, hanem a végén van, de gyakorlatilag hasonlít egy memória modulra. De hát egyébként az SSD maga is hasonlít egy memória modulra amúgy is. Értem. Okay. Hát akkor, ha telepíteni akar az ember, akkor arra át kell telepíteni mindent, hogy tudjon bootolni. Igen, és mivel egyébként itt nem SATA szabványról beszélünk, ezt csak és kizárólag a legújabb operációs rendszerekkel tudod megtenni, tehát Windows 10 alatt nem nagyon érdemes próbálkozni az M2-es megoldásokkal, mert nem fogják megismerni az operációs rendszerek. Értem. Tehát a régebbi Windows-t az ilyesmire nem tudsz telepíteni. Hogy? M10-et, vagyis a Windows 10-et használom a Home-re. Akkor nem lesz gond, a Windows 10 ezt már maximálisan támogatja. Aha. Na. Ezen gondolkodtam, hogy érdemes-e betenni egy ilyet, hogy... Hát figyelj, attól függ, figyelni kell itt is, mert mondom először is többféle csatolófelület létezik, tehát meg kell nézni, hogy mit támogat a géped. Ezt az M2-t ezt írja, meg van benne PCI csatlakozó is. Uh-huh. Igen, de mondom, ezt azt kell megnézni, hogy az M2-n belül melyiket, mert mint mondtam, több szabvány van. És azt is meg kell nézni, hogy igazából amikor magát a modult vásárol, tehát az SSD modult, hogy annak milyen a sebessége. Mert létezik ugyan M2-es csatolófelületű, de ugyanolyan sebességű SSD, mint mondjuk a SATA, és akkor nincs sok értelme igazából lecserélni. Viszont létezik belőle már természetesen jóval gyorsabb is. Tehát most gondolok arra, most mondok példákat, hogy mondjuk egy SATA vezérlőn lévő SSD-nek az írási olvasási sebessége az mondjuk 500 megabájt per másodperc, addig mondjuk egy M2-es PCI Express-es megoldást, tehát ez akár a 3000-et is elérheti. Tehát mondjuk 3 gigabites. És akkor ott azért azt gondolom, hogy 6-szoros sebességnövekedésről beszélünk, még az SSD-hez képest is. És amellett, hogy a processzor ugyanaz marad, mi? Gyakorlatilag igen. Tehát az a vezérlés az ugyanúgy a processzor dolga, de ezt azért, amelyik gépekben már van ilyen jellegű csatoló felület, annak valószínűleg a processzora az már el kell, hogy bírja ezt. Na jó, köszönöm szépen. Okay. Jó, műsorod. Nincs mit, köszönöm szépen, hogy hívtál. Hello, hello. És van még időnk, úgyhogy tessék nyugodtan rám zúdítani a kérdéseket. Zoli írja nekünk, szia Vendi, ha kék halált kap a gépem, fagy, HDD legyen egyfolytában világít, mintha a gép meg lenne terhelve, és a HDD-m nem látszik se a gépben, se a lemezkezelőben. Na várjál, Zoli, mert itt most én ezt nem egészen értem. Ha kék halált kap, akkor hogy van lemezkezelőd? Tehát most itt nagyon összekeverjük a dolgokat. Vagy nem értem a kérdést igazából. Kaphat kék halált HDD, tehát ugye merevlemez hiba miatt a gép, sőt, szokott is általában, hogyha valami olyan jellegű probléma van. Ha nem látszik utána a lemez, tehát mondjuk mit én kék halál van, majd újraindul a géped, betölt mondjuk egy másik lemezről, vagy nem tudom, és utána nem látszik a lemezkezelőben, akkor az lehetséges, igen, hogy a gépnek a hibája, vagy a lemeznek a hibája. Az a kérdés, hogy vajon a BIOS-ban látszik-e. Próbáld meg kicserélni a SATA kábelt, mert az is lehet, hogy valamiféle kábel, tehát fizikai hibája van, lehet, hogy csak itt ki van csúszva kicsit a SATA kábel, vagy el van oxidálódva, ilyet is láttunk már, meg kell kicsit tisztogatni. A táp is okozhat ilyen problémát, hogy lehet, hogy magának a lemeznek semmi baja nincsen, csak kevés a tápellátás, amit ő kap, és mondjuk esetlegesen ezért újraindulgat állandóan a vinyód, és ezért eldobálja a gép. Tehát ezt mondjuk a rendszerlemez esetén ez akár okozhat kék halált is. Tehát ezt szépen le kell csekkolni. Vagy esetleg meg kell nézni azt a vinyót egy másik gépben, akár egy külső USB-s mobil regbe, vagy valamibe, hogy ott azt hozzácsatlakoztatva egy másik számítógéphez látszik-e. Ha ott is dobálja, vagy ott sem látszik, akkor lehetséges valóban, hogy a lemeznek van fizikai hibája. Túl sok mindent nem lehet vele kezdeni, max. Ha még tudod, akkor az adatokat próbáld meg róla lementeni, amíg működik. Viszont ha ott tökéletesen megy, akkor inkább valamiféle táphiba az, amire én gyanakszom, hogy a gépedben kevés a táp, és már nem tudja meghajtani azt a merev lemezt. Aztán Robi írja nekünk, üdvözlégy mindenkinek, már a harmadik olyan nagyképernyős LED TV miatt bosszankodom, amely a szolgáltatóm
amely a szolgáltatóm nem mindegyik HD csatornáját ismeri fel. Szerencsére 30 napon belül visszaküldhetem ingyen, de szerintetek mennyire általános ez a jelenség, vagy csak én vagyok ilyen szerencsétlen hozzá? Hát várjál, először várjunk. Tehát ha veszed egy HD TV-t, amely biztos, hogy HD, akkor nem egészen értem, mi az, hogy nem ismeri fel a HD csatornát. Tehát ugye ez több információ lenne szükség, hogy egyáltalán hogyan akarsz azon keresztül tévét nézni, hogy közvetlenül a tévébe dugod be az antennát, és a televízión kezdesz el keresni ugye a csatornák után, mert szerintem ott annak nem sok köze van ahhoz, hogy most a HD-t vagy SD csatornát nem talál esetlegesen meg. Az lehetséges, itt szolgáltató is ártana tudni, hogy például, hogyha mondjuk olyan szolgáltatónál vagy, akinek nem kell kártya, tehát teljesen szabadon vehetőek az adások, akkor egyszerűen csak elindítasz a tévéden egy keresést, DVB-C keresést, és ha kábel tévéről beszélünk egyáltalán, mert hogyha a földfelszínről beszélünk, akkor DVB-T keresést kell elindítani, és végig kell szkennelni szépen a csatornákat. Vannak gyors keresések, vannak lassú keresések, gyors keresésnél ugye meg kell adni egy referencia frekvenciát, amin keresztül a szolgáltató elvileg ki ajánlja úgymond a csatornákat, és akkor azokat viszonylag gyorsan beállítja a tévé. Ha ilyen nincsen, vagy az valamiért nem megy egyébként, az pár típusú tévénél nem működik rendesen, akkor végig kell szkennelni az egész frekvencia tartományt, tehát egy úgynevezett teljes szkennelést kell csinálni, meg kell nézni a szolgáltató weboldalán, hogy milyen paraméterekkel kell mindezt megtenni, vagy esetleg a táblázat alapján, a csatorna kiosztási táblázat alapján egyenként a különböző frekvenciákra rá kell keresni, és ott jönnie kell a TV adásoknak. Ha nem jön, az valóban lehet a TV hibája is, de általában ritka, hogy ez a TV hibája legyen, akkor inkább valamiféle kábelezési probléma van, tehát hogy nem megfelelő a jelerőség, vagy pont, hogy túl erős, vagy pont, hogy túl gyenge. Ezt is ellenőriztetni kell. És akkor még kihagytam azt, hogy ha esetlegesen olyan szolgáltatónál vagy, ahol nem engedélyezett a kártya nélküli használat, akkor viszont kell úgynevezett CI modult hozzá kérni, aminek segítségével egyáltalán tudod nézni a tévéadásokat. Különben egyébként megtalálja, csak mindegyikre azt írja, hogy kódolt, vagy nem elérhető. Tehát ez nekem így elég kevés info, tehát nem gondolnám azt, hogy három tévével is próbálkozol, és egyikkel sem megy, akkor itt szerintem nem a tévékkel lesz a gond, van egy olyan érzésem, a Robert. Jó, nem tudom, próbáld ki az előző tévéddel, hogy ott működnek-e rendesen a dolgok. Ha ott működnek, akkor arra a kábelre próbáld meg rádugni az új tévét is, illetve az imént elmondott dolgokat, azokat érdemes figyelembe venni, hogyha nem szabadon vehető az adás, akkor kártya kell hozzá, STB. Jó? Nem tudom, van esetleg set-top boxod, mert a set-top boxon jön, akkor úgy is lehet egyébként ezeket a tévéadásokat nézni, persze szolgáltató függő is, hogy a set-top boxot kötött hozzá, és akkor van egy plusz egységed. Ugyanúgy, bár hogyha tudja a szolgáltató, mert DVB-C-ről beszélünk, akkor célszerűbb a tévén keresztül fogni ezeket az adásokat, nem, mert most minek hoz egy külön set-top box is, ami ott külön zúg, meg fogyassza az áramot, meg nem tudom. Egyszerűbb, ha tévén keresztül nézegeted a tévéadásokat. Aztán Ricsi írja nekünk, szia Vendi, nekem Xperia T3-as mobilom van, 4.4-es Android van rajta, és megy a teló. Hát menni biztos megy, tehát senki nem mondta, hogy nem mennek a telefonok a régi operációs rendszerrel. Az lehet, hogy bizonyos alkalmazások, amik már nem támogatják a régebbi Android, azt nem tudod feltelepíteni rá. És akkor kénytelen vagy azok nélkül, az alkalmazások nélkül élni. De a főbb alkalmazások egyébként én úgy tudom, hogy működnek még mindig. Tehát, hogy a Facebook, az Instagram, a böngészők, ezek 4.4-es Androiddal működnek. Tehát biztos van egy-két olyan alkalmazás, ami nem, de hát az ilyen. Jó. Aztán László írja nekünk, szia Vendi, nem lehet, hogy a bitráta beállítása nem megfelelő? Jó a műsor, ezt László kérdezi. Bitráta, ugye szimbol rátára gondolsz, legalábbis ugye a DVB hangolásnál ezt symbol rate-nek hívják, és igen, az is elképzelhető. Tehát, hogyha manuálisan keres az ember, azért mondta, hogy meg kell nézni a szolgáltatónál, milyen megoldást alkalmaznak, mert ez nem minden szolgáltatónál ugyanaz.
Általában 6000 körüli szimbólrátát használnak. Egyébként helyes viszonylag a sávszélesség is, mert gyakorlatilag majdnem ugyanarról beszélgetünk. De valóban ezeket be kell állítani, hogyha ha teljesen manuálisan keresel. Ha úgy keresel, hogy teljesen automatán és teljes keresést csinálsz, akkor lassú lesz ugyan a keresés, de végigpróbálgatja az összes olyan általános szimbólrátát, mik vannak még ilyenek, a különböző hálózati frekvenciákat, mindent, csak az nagyon hosszú ideig fog tartani. Aztán én csak azt nem értem, miért állt le a támogatás 5.1-nél, amikor annó felső kategóriás teló volt. Hát azért, mert régi, és ugye tudjuk, ez a miért, hát azért, mert nem érdeke a szolgáltatónak egy 1000 éves telefon támogatni. Tehát ugye 2-3 évig van támogatás, utána kanyec, ez mindig így van. Tehát, hogyha ez egy régebbi készülék, akkor ne csodálkozzunk, hogy leállt a támogatása. Ennyi. Vegyél újat, mondja a szolgáltató, ugye már. Aztán... Zoli írja nekünk, a Hard Disk Sentinel 100%-nak látott mindent tegnapja, hogy a vinyó probléma, igen, de ma már nem látom a HDD-t. Néha le is fagy a gépem, mappa is átíródott a HDD-re, és azt írta a gép, meghajtó hibák. Szerinted fuka? Figyelj, mondtam, próbáld meg egy másik gépben, próbáld meg kábelt szépen kicserélni, másik tápkábelt adni neki esetlegesen, mert az is lehet, hogy csak egyszerű kontakthibáról beszélünk, valami ott zárlatos, vagy az egyik kábel ér esetleg hibás, szakadt, bármi. Lehet, hogy semmi baja nincs a vinyódnak, csak a csatlakozásával van a probléma. Tehát ezért mondom, hogy ezt ki kell próbálni. Ha viszont kicseréled és utána is ezt csinálja, akkor valószínűleg kuka, igen. Jó? No, ebből a szempontból az iOS jobb, az még az 5 éves iPhone 5S-en is támogatja a legújabb operációs rendszert. Igen, Norman, ez így van, de annak, tehát ezt már megbeszéltük, az Android és az iOS közti ilyen jellegű különbséget. Egyébként ez körülbelül az utolsó ilyen támogatás, ha jól tudom. Tehát a legújabb iOS szerintem már, de talán az még pont az 5S-re van támogatás. De ha belegondolsz, akkor ott azért az iPhone-nak, vagy az Apple-nek könnyebb dolga van, hiszen kiad egy pár készüléket minden évben, és csak azokat kell támogatnia. Míg az Android esetén ugye a Google-nek sokkal több problémája van ezzel, illetve nem is a Google, hanem a Google kiadja az Androidot szépen minden évben menetrendszerint nagyjából. Csak épp az egyes gyártókkal való kompatibilitást azt maguknak, a gyártóknak kell megoldani, és a gyártók ezzel nem foglalkoznak. Tehát ilyen szinten valóban. Egyébként, ha a árérték arányt nézzünk, akkor meg azt gondolom, hogy amennyibe kerül egy iPhone, ezt az Apple-től el is várhatjuk, hogy kicsit hosszabb legyen a támogatási idő. Úgyhogy igen, ilyen különbségek is vannak. Jól van, köszönöm szépen a figyelmet. Eddig tartott ma a Restart, holnap folytatjuk a szokott időben, 6:30 előtt pár perccel várlak benneteket. Remélem akkor is itt lesztek sokan. Már ennyi, sziasztok!